Fokozatosan szabadárassá válik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A biztosítók jövőre 5%-kal, kategóriától függően évente 1000-2000 forinttal emelhetik vagy csökkenthetik áraikat a pénzügyminiszter által megszabott díjhoz képest. Az árfelszabadítás 3 évig tart majd, azt követően a társaságok teljesen szabadon dönthetnek a díjak mértékéről. Novembertől 70 forintra nő a BKV jegyek ára, ha a fővárosi közgyűlés csütörtöki ülésén elfogadja az áremelési javaslatot. A főváros és a pénzügyminisztérium illetékesei hosszas egyeztetés után állapodtak meg a tarifaemelés mértékében. A megegyezés szerint jövő nyáron további 5 forinttal, 75 forintra emelkednének a budapesti tömegközlekedési viteldíjak. Az adatvédelmi biztos helyettese szerint a rendőrség törvényt sért, amikor az ipari kamerák felvételeit külső videóstúdiókkal elemezteti. Olyan felvételekről van szó, amelyeken bűnesetek feltételezett elkövetői láthatók, ám a rendőrségnek nincsen saját berendezése a képek lejátszásához és nagyításához. Székely Iván úgy véli, illetéktelenek is betekinthetnek a felvételekbe, ha a rendőrség külső cégekkel dolgoztat. A rendőrség visszautasítja az adatvédelmi biztos helyettesének vádjait. Mögött folyik a 60-i lányfuttató pere. A rendőrség szerint a vádlottak az M3-as 60-i leágazásánál lévő kamion parkolóban sértették meg rendszeresen a törvényt. A kerítéssel vádolt 11 férfi ellen maguk a lányok tettek terhelő vallomást, a bíróság dolgát azonban nehezíti, hogy időközben a tanúk egy része eltűnt. 10 háborús bűnökkel vádolt bosznia-hercegovinai horvát férfi jelent meg az ENSZ nemzetközi törvényszék előtt. Azzal vádolják őket, hogy muzulmán bosnyák polgárokat gyilkoltak meg. A vádlottak, köztük Dario Kordics, hercegovinai horvát vezető, a törvényszék előtt minden vádpontban ártatlannak vallották magukat. Időzített bomba ölt meg egy izraeli katonát Dél-Libanonban. Libanoni biztonsági források közlése szerint a pokolgépet feltehetően az iránbarát síta Hezbollah fegyveresei helyezték el a dél-libanoni izraeli megszállási övezetben. A robbanás következtében 2 izraeli katona, illetve az izraeli zsoldban álló dél-libanoni hadsereg nevű milícia egyik tagja megsebesült. Yasser Arafat, palesztin vezető és Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, 8 hónapos szünet után ma hajnalban váratlanul találkozott az Izrael és a Gáza övezet határán fekvő Erez átkelőhely melletti katonai támaszponton. A két vezető megkísérli előre mozdítani a közel-keleti békefolyamatot. Az amerikai nyomásra megtartott erezi találkozót nagy titoktartás övezte. A koreai munkapárt főtitkárává választották Kim Jong-ilt. Ezzel véget ért a Kim Jong-il apja Kim Il-sen halála óta tartó 3 gyászév, és az 55 éves politikus hivatalosan is a koreai népi demokratikus köztársaság első számú vezetője lett. Kim Jong-il ugyan még nem viseli az államelnöki címet, megfigyelők szerint azonban az év végéig ezt a pozíciót is elfoglalhatja. 36 órás sztrájk kezdődött keddeste a francia vasutaknál, a legfőbb francia vasútvonalakon, illetve az elővárosi vonalakon, csak minden második, harmadik vonat közlekedik. A vasutasztrájk miatt Párizsban óriási közlekedési dugók alakultak ki, mivel az elővárosi vonatok helyett az emberek többsége saját gépkocsiján indult munkába. Ez volt egyébként az első nagyobb munkabeszüntetés a baloldali kormánykoalíció májusi hatalomra kerülése óta. A szingapúriak szó szerint fellélegezhetnek, legalábbis egy időre. Erős felhőszakadás zúdult ugyanis a városállamra, amely jelentősen csökkentette az elmúlt hetekben már elviselhetetlenné váló füstködöt. A Szingapurt elborító szmog, amely indonéziai erőtüzek eredményeként telepedett Dél-Kelet-Ázsiára, már egészségügyi katasztrófával fenyegette a térséget. Szingapurban az idős és beteg embereket figyelmeztették, ne menjenek ki az utcára. A most kezdődött esőzések minden esetre sokat javítottak a levegő minőségén. Több tucat kardszárnyú delfin úszott ki a partra az új-zélandi Kari-Kari Beach-en.
A tudósok szerint mindmáig tisztázatlan, hogy a cettek miért választják időről időre ezt a módját az öngyilkosságnak. Új-Zélandon sem ez az első alkalom, hogy bálnákat találnak a fürdőzők. A helyi környezetvédő szervezet aktivistái és néhány lakos hajnal óta próbálják életben tartani azokat az állatokat, amelyeket még lehet. A Hubble űrteleszkópnak sikerült felvételeket készítenie arról a csillagról, amelyikről a tudósok azt feltételezik, hogy 1 milliószor nagyobb az energiája, mint a napnak. A pisztolynak elnevezett csillag a legnagyobb ismert égitest, amelyet eddig még senki sem láthatott szabad szemmel. Az utolsó felkészülési napon a tatai edzőtábor konyháján szakértő kezek készítették ma az ebédet a Finnország elleni sorsdöntő VB-selejtezőre készülő magyar labdarúgó válogatott számára. Sok sportág képviselői szoktak itt edzeni, és hát annak alapján állítják össze az étrendet, hogy abszolút egy sportolásra alkalmas. Így volt ez természetesen ma is. Az utolsó ebéd gyümölcssalátát adunk elővételnek, újházi tyúk, húslevest, burgonyapövért, pávolt, pulykát, zöldköveteket, savanyút és mézes zsárból lesz a sütemény. Az ebéd persze időben elkészült, de vajon kisütötte-e már a szombati kezdőcsapatot a kapitány? Ez még korai egy kicsit, általában utolsó edzésen szoktam ezt kihirdetni. Kezdő 11 tehát még nincs, új csapatkapitány viszont már van. A rangidős is, és egyébként is jó futballista, és a csapatra jó hatással lévő Lőrinc lesz ezen a meccsen a kapitány. Ezzel el is mondtam, hogy kezdő ember persze. Arról, hogy ki lesz a csapatkapitány, még maga az érintett sem tudott. Nem tudom, de nem is foglalkozom vele különösebben, inkább a mérkőzésre koncentrálom. Az ebédnél úgy tűnt, Sáfár Szabolcs helye is biztos a csapatban. Nagy valószínűséggel ő fog védeni, de nincs kizárva vég azért a babos. És hogy mi dönthet Sáfár javára? Talán annyi előnyöm van, hogy az utolsó két mérkőzésen én vettem. Jellemző az elszántságra, hogy még az édességről is a meccs jut az eszébe a játékosoknak. Desszert? Igen, Finnország. Győzel. Vajon van más választásunk is? Hát a két eredmény jó nekünk, az X meg a győzelem, ez, ha hozzuk, akkor jó vagyunk. A cseh bajnokság 8. fordulójában támad a Drunovice, és a 9. percben Hinek jóvoltából már vezet is a bajnok Sparta Praha ellen. 8 perccel később Holenák fejesével 2-0. Érik tehát a meglepetés, hiszen a Sparta eddig mind a 7 mérkőzését megnyerte. A fordulás után először Siegel szépített, majd nem sokkal ezután Barányek egyenlített. A vége 2-2, a Sparta tehát veretlen, továbbra is torony magasan vezeti a tabellát. A Drunovice pedig a 7. Az NHL-ben a fehérmezes Calgary Flames a Toronto Maple Leafs-t fogadta, és a hazaiak a második harmad elején ütik a mérkőzés első gólját Fleury révén. Az idei szezont egyébként mindkét gárda két vereséggel kezdte. Az utolsó harmad 19. másodpercében Clark bombáját Trabaki kapus odaüti, ahová nem lenne szabad, a saját kapujába. 1-1, de még hátra van az igazi hideg zuhany. A találkozó utolsó percében meg Cole átadását Voriner úgy passzolja be, hogy még mi sem látjuk igazán, így a torontói juharlevelesek 2-1-re verik a Calgary. Csütörtökön országszerte több helyen is beborul az ég. A hőmérséklet várhatóan 15 Celsius fokra csökken. A rövid távú előrejelzések szerint valószínűleg véget ér a vénasszonyok nyara.